Sziasztok, ez az Én vagyok te, az M2 Petőfi TV új zenés műsora, a show, amiben ismert zenészek egymás dalait adják elő, persze némi átalakítás után. Köszöntök én is mindenkit, és kinek melyik dal jut, az sorsolás útján derül ki. A mai adásban énekel Bogi, Fehér Holló, valamint a Kávészünet zenekar. Legutóbb ez volt a Szerencsét hozó kéz, nézzük meg, hogy most miket sikerül vele kihúznom. Csiti, válasz. Elsőként kapjon feladatot Csemer Bogi. Sikerült őt magát kihúznom, úgyhogy választunk neki egy újat. Dóri. Megkeverem, nem néz ide. Szója, jöhetek. Jó. Szóval nézzük meg Csemer Bogi feladatát. Fehér Holló, rosszkor csináltuk. És ha már Hollónál tartunk, akkor most nézzük meg, hogy ő melyik dalt fogja átdolgozni. Kávészünet zenekar, Két nyárfa. A kezemben pedig Bogi Füst című száma, ezt hallhatjátok majd a Kávészünet zenekar előadásában. Most pedig nézzük meg, hogy ki mit szólt a dalokhoz. Fehér Holló, rosszkor csináltuk. A dalait abszolút nem ismerem, az előadó nevével már találkoztam, úgyhogy föladtátok a leckét, mert nem csak meg kell ismernem egy előadót, hanem valamennyire rá kell hangolódnom a világára, aztán pedig ezt átfolyatnom a saját világomon, és valahogy átdolgozni. Élet szó kártya vár, a valóság hátba vág, vártam, hogy rám találj. Az én dalom a Rosszkor csináltuk, ami az Egyedül, de mégsem című lemezemen van rajta. Amikor írtam, akkor igazából nem volt bennem zeneileg semmi koncepció, csak elkezdtem valamit gitározgatni, loopolgatni, és akkor igazából így épültek egymásra a témák. Ezeket a dallamos részeket, ezeket könnyen meg fogom csinálni szerintem. Aki nincs ahhoz hozzászokva, hogy mondjuk ütemesen kell beszélni, mondjuk spoken word van, vagy rap van, akkor az lehet egy nagy kihívás. Kíváncsian várom, hogy oldják meg. De mégis ez a rap kihívás. Amúgy egy ideje akarok már rappelni, hogy legalább így kénytelen leszek. Ez a dal specifikusan egy lányról szól, akivel talán össze van kötve az életünk olyan szinten, hogy van, hogy hónapokig nem beszélünk, vagy hetekig, de valahogy mégis mindig egymásra találunk. Ezektől a problémáktól már annyira messze vagyok. Egy kicsit visszamegyek tinibe, szerintem. Bogi Füst. Wow. Bogi. Hát ezt a dalát nem ismerem. Kíváncsi vagyok. Várjatok, meghallgatjuk. Békét kértem, harcot vívtam, büntes úgy, hogy százszor mondjam, mindig kell lesz, engem el ne eresz. A füst az így allegóriája a kísértésnek, és arról szól a dal, hogy mit kezdesz egy füsttel, ha jön egy kísértés, ha jön egy fellángolás, elfújod, vagy hagyod, hogy átmenjen rajtad. Nehéz, a refrén az ilyen szempontból még könnyebb, mint a verze, ezek a na-na-na-na-na. Azért nem egy egyszerű dal. Tehát lehet, hogy nagyon könnyűnek tűnik, és ilyen könnyed, légies, de hát nagyon sűrű, nagyon-nagyon gyorsan kell benne levegőket venni, hogy tényleg egy évben el tudj énekelni egy verzét mondjuk. Ez egy jó punk hangszerelés. Azt hiszem, Bogi mosolyogna rajta. Nekem ez a Füst című dal a fejemben megszólalt sokkal rokkosabban, mint ami a végeredmény lett. Tehát én ezt el tudom képzelni akár egy ilyen nagyon rockos, akár metal dobolással is. Ó, ez itt jó, főleg a végén be lehet a dobokkal kicsit zúzni. Nagy tamokkal, pergővel, lábdobbal. Hát Bogi, készülj! Kávészünet zenekar, Két nyárfa. A Kávészünet zenekarról már hallottam, azt tudom, hogy verseket dolgoznak fel. És azt is tudom, hogy vannak saját dalaik, ami viszont már rendes nagy zenekaros. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. A Két nyárfa című dalunk az 5. lemezen foglal helyet. A dal egyébként egy sevelet se nélküled állapotot mutat be, egy szerelmi történetet. Ja, allergiás vagyok a nyárfára, az jó. A szövegét Kányádi Sándor írta, és mi igyekeztünk egy pont ennek megfelelően, hogy van egy ilyen lelki cívódás benne,
ennek megfelelően nekünk az jött, hogy akkor egy ilyen hangvételű, egy ilyen rockos, erőteljes megszólalást alakítsunk köré. Tök jó indie pop vibe-ja van az egésznek, tök jó az énekes csávónak a tónusa. Úgyhogy szerintem egyébként működik a dal, meg a szöveg egyelőre tetszik. Azért is szeretem egyébként ezt a dalt játszani, meg énekelni, mert ilyenkor úgy érzem, hogy a lelkemet vagy a lelkünket ott hagyjuk a színpadon egy picikét. Most így első hallgatásra azon gondolkoztam, hogy pop-punk elemeket raknék bele, de azt, hogy a refrénnel mit csinálok... Na igen, most nem csak Hollónak lett feladva a lecke, Bogi is nehéz napok elé néz, például a stílus miatt, amit említett. Ilyenkor a zenészeknek egy teljes hetük van újra gondolni a dalokat, mindössze egyetlen dolgot nem tehetnek meg, nem írhatják át a szöveget. Riporterünk Pató Marci a próbatermekben nézte meg, hogy ki hogy halad. Lássuk! Összevágtad, feldaraboltad, ja. És aztán újra ültetted a kávészünetnek ezt a két nyárfáját. Szegény két kicsi fácska. Kész, mehetünk haza, be van gyakorolva, irány a hajó. Egyébként nagyon érdekes, mert nekem ugye nyilván nagyon elektronikus a zeném, és nagyon, nagyon sokszor a stúdióban születik meg az a sound, az effektvilág, amitől fehér hollós lesz egy dal, és azt nem mindig lehet élőben megcsinálni, mondjuk egy próbateremben, hanem inkább stúdió körülmények között. És inkább azt ültetjük át majd élő verzióra. Egy zenekar kísér engem mindig, aki igazából ugye a Fehér Holló zenekarként mutatom be mindenkinek. Dob, gitár, szinti, basszus és ének. Tehát öten vagyunk így a sztoriban, és hála égnek meg tudjuk szólaltatni ezt az egészet. Itt vannak ezek a gitárok, akkor ezeket használtad is itt a stúdió felvétel közel? Meg tudod mutatni, hogy miket tudtál ezen kicsalni? Persze, meg is mutatom nektek, hogyha szeretnétek magukat a témákat is, és egyébként akár a zongorát is. Jaj, de jó! Ó, hát itt vannak ilyen nyeremények. De egyébként még vokáloznom is kell, hogyha szeretnétek, akkor beleforgathatok a vokálozásba is. Vagyunk ketten két szép nyárpa, s búgunk egymás árnyékába. Úgy éreztem, hogy akárhogy is próbálom áttenni maiba olyanba, amilyenben én vagyok, ahhoz sokkal több váltás kell a verzébe, és sokkal inkább elnyújtott hangok kellenek a refrénbe. Két nyárfa fehér holló cover, vokál első felvétel, mehet főnök? Indul! Vagyunk ketten két szép nyárfa, s búgunk egymást árnyékába! A legendás Pannonia stúdióban dolgozik Csemer Bogi a Rosszkor csináltuk című számon. Lássuk, hogy mennyire sikerült megbarátkozni a dallal. Nem kell szperreggel az ébresztőbe, nem kell úgy évelem, mint egy útvesztőbe. Kicsit már én is magaménak érzem ezt a produkciót, hogy segítettem itt pakolászni, de itt is próbáltatok ezen a nagyszerű helyen, ezzel a gyönyörű versenyzongorával? Sajnos nem, pedig nagyon jó lett volna, mert ez egy igen szuper hangszer. Hát itt a Gábor. Volt egy valag ötlete, nekem is volt egy valag ötletem, hallgattam már napokon keresztül a dalt, és így érleltem, és aztán ezt így összedobáltuk. Abszolút gitárban vagy zongorában gondolkodtam, úgyhogy meg is kérdeztem egyből a Gábort, mert ha már van egy akkord hangszer, akkor azzal már azért föl lehet dolgozni valamit. Én egyébként azt gondolom, hogy egy jó dal megél egy szál hangszerrel is. Amikor először beszélgettünk a számról, akkor azt mondtad, hogy hát azért ezek a problémák már kicsit távol állnak tőled, de akkor ezek szerint sikerült átérezni. Sikerült, de ezt a fajta szerelmes szenvedést én ezt szerintem sosem éltem át. Ezért is döntöttünk, hogy akkor ebből igazából egy balladát kell csinálni, nincs mese. Úgy próbáltam hozzányúlni, hogy valamennyire megőrizni ennek a szép négy akkordnak a hangulatát, de egy kicsit elvinni egy olyan világba, ahol már kicsit ilyen jazzesebb dolgok is benne vannak, de úgy, hogy még stílusban maradjunk, szóval a jó ízlés határain belül. Thank you.
Mário a Vándor a Budapest Bárral maszkurával együtt. Már meg is találtjátok ezt a nagyszerű harmonika játékot, hogy ezt csak magatok szórakozására találtátok ki? Én nem akartam, a srácok mondták, hogy eszméletlenül, és nagyon-nagyon akarják, hogy ez most ez mindenki maradjon most a hatodik lemezre, meg a hetedikre igazán. Én nagyon szeretem az ilyen mulatós közeget, szóval én szeretem az igényes. Végre! És jól is áll neki, és jól is áll neki. És akkor én otthon esténként, pandémia alatt így is szórakozgattam magamnak a harmonikával, és innen jön ez az egész csak. Tehát ez megvan a poén szinten, kávészenetben nem lesz. A nagy kihívás, aztán na-na-na-na, ezt hogy sikerült megoldani? Mert amikor először meghallgattad, akkor érezted, hogy ebből baj lesz. Átruháztátok gitárra, zongorára, vagy kiénekled? Hát kiénekled, muszáj. Jó lesz egyébként. Tök jó, az a legjobb rész. Nekem az dallamban nagyon, nagyon nem az én dolgom. Hát ez nyilván Boginak ez jól áll, mert hogy ezt magának írta, és ez neki jön. De nekem ezt kicsit át kell majd formálni, hogy a dallam megmaradjon, de mégis magaménak érezzem. Volt egy ilyen koncepciónk, hogy vigyük el egy picit ilyen sötétebb, egy ilyen nehezebb irányba, és akkor igazából egy-két hangot kicseréltünk. Én azt gondolom, hogy teljesen más világú a Füst című dal, mint ami egyébként mi vagyunk. A legjobb játék az az volt, hogy egyébként ezt a kicsit ilyen elektronikus, inkább ilyen szoftver hangszerekre épülő alapot hogyan tudjuk átrakni egy ilyen klasszikus, ilyen pop-rock zenei hangulatba. Bármit mond, csak lásd, hogy úgy van. Ez igazán fejrázós, hajtépős lesz, a Bogi álmai megvalósulnak. Köszöntjük a zenészeket itt az A38-on! Ma este fellép a Kávészünet zenekar! Látványos átalakulást ígért Fehér Holló és zenekar! És kiderül, miként jeleníti meg az érzelmeket Holló dalában Bogi! Bogi, a másképp te nyitod meg egészen pontosan, nyitjátok! Halljuk Fehér Holló, Rosszkor csináltuk című számát! Semmit, mert tudtam, hogy összedőlnék. Szőke lány volt, összejártunk. Mindig elrontottuk, aztán visszavágytunk. Azt hiszem, karmámba karcolták a nevét. Azóta mással van, mert nem léptem. De már csak arra vágyom, hogy újra kezdjük, és én velem lelépjen. Ő az egyetlen lány, aki mindig szeretve szólít. Most hiába szólok hozzá, ő csak hátat fordít. Többé nem kezd fel reggel az ébresztőmre, nem kell úgy évelem, mint egy útvesztőben. Könnyebb elmenni.
vesztőben. Könnyebb elmenni, könnyebb elmenni. Holló, mit szólsz Bogi megoldásához? Wow. Jól látom egyébként, hogy szinte olyan könnyes lett a szemetek? Ja, eszméletlen volt egyébként ez az egész, ahogy átdolgoztátok. Nagyon-nagyon tetszett. Hát itt nagyon sok mindent ki lehetne emelni. Hát egyrészt azt a bravúros zongorázást, ami hátul volt. Tehát itt olyan plusz hangokat raktak bele, ami eszméletlen, és nagyon-nagyon-nagyon jól áll neki. Ez a húzós énekelborulás, ez annyira felrakta ott a pontot, hogy szerintem itt olyan magasra fölemeltétek itt az érzelmeket, hogy ez eszméletlen módon működött, és ez egy gyönyörű cover volt. Nagyon szépen megcsináltátok. Bogi, mennyi ideig tanultátok a szöveget, tanultad a szöveget? Ezt komolyan kérdezed? Ki van ide rakva? De én figyeltem a tekintetedet, és nagyon-nagyon ritkán néztél oda. Ja, milyen jó fej vagy. Hát figyelj, szerintem az első részét már egész jól tudom, csak annyira izgulok, hogy így jobb volt, hogy ott van, mert még a refrént is már annyira beégett, de mégis annyira izgultam, hogy így néha oda kellett azért néznem sutyiban, akkor ezek szerint annyira nem tűnt föl. Honnan az ismerettség Gáborról? Gábor oszlopos tagja a Bogi zenekarnak, ami ugye az én produkcióm, már idestova, szerintem 16 óta együtt muzsikálunk, úgyhogy baromi jó volt a közös munka, tökre élveztük. Először izgultunk, hogy mi a fenét fogunk kezdeni ezzel a dallal, de Gábor is hozott egy valag ötletet. Én, amikor már jött a Gábor, tudtam, hogy én akarok dallamot a repszövegre, mert azt azért éreztem, hogy én most így nekiállok reppelni, az ugye kicsit hiteltelen lesz tőlem, pedig egyébként imádom a reppet, és tök szívesen reppelnék, de ezt azt éreztem, hogy úgy tudom magamévá tenni, hogyha egy picit zenésítek rajta, vagy dallamosítok rajta. Holló, a színpad a tiétek, kíváncsian várjuk, hogy hogyan nyúltatok a refrénhez a kávészünet dalában. Irány a színpad! Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál, vagyunk ketten, két szép nyárfa, s
Gyuri, szerinted milyen stílusban hallhattuk most a dalokat? Hú, hát volt itt minden. Tehát az eleje, ahogy beindult, ha jól emlékszem, kicsit ilyen elektro, pop, aztán volt itt metal, nem tudom milyen ágazata a metalnak. Nu metal. Volt disznóvágás, szóval minden volt. Hörgés. Hogy én egyébként így erre számítottam tőletek, és nagyon-nagyon örültem. Baromi jó ki voltak szerintem találva a verzék, a refrének, tehát hogy így jól fel volt építve szerkezetileg a dal, és nagyon-nagyon jók voltak a hatások így egymás után, tehát hogy bele tudtunk menni ebbe a kicsit ilyen dárkos, ilyen szerelmes, ilyen szomorkodós történetbe, és akkor utána meg fel tudtunk ülni erre az ilyen droppolós, ilyen odavágósabb hangulatra, és én nagyon-nagyon élveztem. A dallamvilág sejtem, hogy nem a te világod, amit én kitaláltam annó hozzá. Először elkezdtem a ti hangnemetekbe megcsinálni, és aztán megpróbáltam egy 3-4 féle zenét, és valahogy így nagyon nem ült rá, és akkor az volt a gondolat, hogy rakjuk feljebb, és megpróbáltam megőrizni ugyanazokat a váltásokat, csak akkor meg már, tehát akkor már teljesen más volt az a dallam, amit te kitalált, és egy picit változtattam rajta, de az alap koncepció az volt, hogy a tiédet kellett vagy tiédet követtem le. Hát a stúdióban elkezdtem összerakni, agyalni az alapon, és aztán a srácokkal a próbateremben fixáltuk. Mátéval, Zsoltival, Zolival és Ambrussal már így együtt vagyunk egy éve, és ez a zenekar szerintem ez így nagyon kiegészíti egymást is. Bár én a stúdióban nagyon sok mindent meg tudok csinálni, az ő tapasztalatuk és tudásuk az szerintem olyan rengeteget hozzáad a zenekarhoz. Füst, ez a címe Bogi dalának. Srácok, ti jöttök!
súg az ész, a szívbe bújva, bármit mond, csak lásd, hogy úgy van. Kemények voltak a srácok, élvezted a produkciót, Bogi? Mondjuk a lábunk egyszerre ment így. Hát én nagyon élveztem. Teljesen, egyrészt meg vagyok hatódva, meg annyira jó élmény ezt nézni, meg hallani, hogy ki mit kezd az én kis melódiámmal, meg dalommal. Nagyon tetszett, ahogy a dobot kitaláltátok, mert eredetileg, mikor írtam ezt a dalt, én is ilyesmi dobot képzeltem hozzá. És miközben hallgattalak titeket, azt gondoltam, hogy írtam egy tök jó pop számot, és nagy színpad és izé. Aztán amikor elkezdtem egy producerrel dolgozni rajta, akkor ő egy picit így visszafaragott ebből, amit nem bántam, mert szeretem, ahogy ő megszólal a dalom. De így most visszahoztátok amit eredetileg hallottam belül, és ez egy parti dal. Nem tudok mit mondani. Abszolút. Pedig az én verzióm az nem egy parti dal, az egy ilyen... Nekem egyébként... Nem a dallamvilágom az, amit, ahogy Bogi kitalálta a dallamot, szerintem ezt lehetett is hallani, de igyekeztem úgy formálni, hogy kicsit a sajátom legyen, főleg ez a lecsorog a méz, divatos a láz. De egyébként én nem éreztem azt, hogy ne illene hozzá, tehát szerintem jól megfogtad. Most már igen, mert igyekeztem. Ez volt az Én vagyok te harmadik adásra. Köszönjük Boginak! Fehér Hollónak és zenekarának, valamint a kávészünetzenekarnak, hogy eljöttek hozzánk és megmutatták, hogy mennyi kreatív új dolgot lehet csempíteni egy ismert slágerben. A dalokat, a riportokat és természetesen a teljes adást hamarosan visszanézhetitek az M2 Petőfi TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. De érdemes felkeresni a TikTok profilunkat is, mert ott is jelen vagyunk mindenféle extra tartalomban, sőt a Spotify-on megtaláljátok az Én vagyok te lejátszási listáját. A Petőfi Rádióban pedig vasárnap este hallgassátok Kis Bali Bencét, újra felcsendülnek az átgondolt slágerek, és további kulisszatitkokat osztanak meg zenészeink. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!